A pergető horgászok várták a kapást szombaton reggel a mólón. Első alkalommal szerveztek országos jótékonysági horgásznapot. Az eseményhez Keszthely is nagy örömmel csatlakozott. A program célja, hogy a horgászjegyek megvásárlásából befolyó összeggel a pandémia miatt árván maradt gyerekeket segítség. Az első jótékonysági horgásznapot a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT is támogatta. A horgászok ezen a napon eljöhetnek ide horgászni, a támogatói jegyükért cserébe, a befizetésükért cserébe kapnak egy napi horgászati lehetőséget, valamint egy ebédet, de a lényeg igazából nem ez, hanem hogy ez az összegyűlt összeg a Regőci Alapítvány számára a Covid járvány idején megárvult gyerekek támogatására fordítódik. A jótékonysági horgásznap három helyszínen zajlott az országban. Keszthely mellett a Leveleki tó és Pirismarót is helyet adott a programnak. Az eseményt hagyományteremtő szándékkal szervezték meg. A tervek szerint jövőre minden megyében legalább egy helyszínen horgásznának jótékony célért a résztvevők. Keszthelyre is több helyszínről érkeztek vendégek. Ez a dunakeszi férfi is fontosnak tartotta, hogy hobbiával támogassa a gyerekeket. Úgy gondolom, hogy hogyha valaki elveszti a szüleit, az egy hatalmas tragédia, de hogyha a gyerekek veszítik el a szüleiket, egyet vagy mind a kettőt, az kifejezhetetlen. Úgyhogy hát megpróbálok azoknak segíteni, így akik hát próbálják valahogy a lelket tartani ezekben a gyerekekben. A jótékonysági horgásznap bevétele ahhoz a Regőci Alapítványhoz kerül, amelyet Áder János és felesége hozott létre a Covid árvák megsegítése érdekében. Az esemény megnyitóján elhangzott, Keszthely nagy örömmel adott helyet a programnak, hiszen a város számára kiemelten fontos a horgász, sport és a jótékonyság is. Keszthely mindig szívesen részt vesz minden olyan eseményben, ami jótékonysági esemény, vagy ami a közösséget tudja erősíteni és formálni. Hogyha ez a kettő pedig együtt jár, akkor azt gondolom, hogy különösen nagy öröm, hogyha ilyenben részt vehetünk. És ugye az esemény az önmagában egy fontos esemény, és reményeink szerint az idei évvel, a mai alkalommal egy rendhagyó, országos szinten is rendhagyó esemény sorozatot tudunk majd elindítani. A horgászok leginkább balint és pontyot vártak, hogy horogra akadjon. A szerencsésebbek már az első órában fogtak néhány dévérkeszeget.